Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió regionális híradója augusztus 12-én hétfőn. Csaknem 9 baleset történik hetente az M1-es autópálya győri szakaszán. Trafipaxokkal telnek meg az utak, és továbbra is veretlen az Etoa labdarúgó MB2-ben. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte nézzük, hogy melyek lesznek ma esti kiemelt híreink néhány mondatban. Több ezren voltak kíváncsiak idén is a barokk esküvőre. Aradó szigeten 17. századi körülmények között mondta ki az igent a kiválasztott pár. Hétfőn tetőzött a hőség, Győrben vízosztás és párakapuk is enyhítették a forróságot. Előzetesbe került az a férfi, aki nőket támadott meg Győrben, a döntés jogerős. És hideg front érkezik térségünkbe csapadékkal, adásunk végén jön a részletes időjárás jelentés. A házasság kötés a Győri Barokk Fesztivál csúcspontja, idén is több ezren voltak kíváncsiak a Radószigeten, hogy valójában milyen egy 17. századbeli esküvő. A barokk esküvő minden évben egy kiválasztott igazi jegyes pár mennyegzője korabeli ceremóniával. Az idén Krausz Attila és Krauszné Szőke Hajnalka mondták ki a boldogító igent. Érkezik a násznép a Radószigetre. A barokk esküvő minden évben egy korabeli ceremóniával zajlik, ahol egy kiválasztott jegyes párnak adatik meg a lehetőség, hogy összeházasodjon. Februárban jelentkeztünk, meghirdették, hogy keresnek barokk párt, mi jelentkeztünk, aztán egy rövid interjú után kaptunk egy telefonhívást, hogy akkor mi vagyunk a kiválasztottak. Szükséges még az is, hogy előttem és a jelenlévő tanuk előtt külön-külön is kijelentsék, hogy egymással házasságot kötnek. Az eskütétel és a karikagyűrűk felhúzása sem maradhatott el. Ez egy valódi házasságkötés, ami a Győri Barokk Esküvő Fesztivál csúcspontja, és évről évre egyre több érdeklődőt vonz. Ez életem egyik legjobban várt esküje, és nagyon jó volt. Kijelenti-e ön, Krausz Attila, hogy az itt jelenlévő Szőke Hajnalkával házasságot köt? Igen. Krausz Attila, az újdonsült férj, nagyon határozottan mondta ki a boldogító igent. Ezzel jelezte, házas életük örömtelinek ígérkezik. Már egy jó ideje együtt vagyunk, és szeretük volna ezt megkoronázni, és úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő esemény volt erre, hogy ezt így megkoronázzuk, és kimondjuk a boldogító igent, és igen, erősen mondtam, mert erősen is gondolom. Fogadják-e köszöntőt nagy szeretettel, melynek átadására készülök kellő tisztelettel? A ceremónia mester az esküvő lezárásakor hangsúlyozta, már most lehet a jegyes pároknak jelentkezni a jövő évi barokk esküvőre. Érdemes várni a tankolással, nagyot csökken az üzemanyagok ára szerdán. A benzinára 9 forinttal csökken, míg a gázolaj 7 forinttal kerül majd kevesebbe. Figyelembe véve a múlt pénteki szintén jelentős csökkenést is, a 95-ösért 379, míg a dízelért 390 forintot kell majd fizetni átlagosan literenként. Továbbra is érdemes ugyanakkor nem csak a tankolás idejére, hanem a helyére is figyelni, hiszen akár 50 forintos különbség is előfordulhat a töltőállomások árai között. Tikasztó hőség söpört végig az országon, hétfőn 38-40 fokos maximumokkal tetőzött a kánikula. A napok óta tartó forróság az egészséges szervezetet is megviseli, a hőséget azonban a gyerekek és az idősek bírják a legnehezebben. Javasolt ilyenkor a lehető legkevesebbet tartózkodni a tűző napon, illetve kiemelten fontos az átlagosnál nagyobb mennyiségű vízfogyasztása is. Kettől már enyhülést ígérnek a meteorológusok, a hidegfronti hatás miatt 25-27 fokig hűl vissza a levegő. Az év legmelegebb napját jósolták hétfőre a meteorológusok, az előrejelzés pedig be is jött. Az ország déli részén 38-40 fokkal tetőzött a kánikula. Győrben sem volt sokkal hűvösebb, már a délelőtti órákban 29 fokot mutattak a hőmérők,
amik napközben elérték a 35 fokot is. Sokan próbálták meg felfrissíteni magukat a szökőkút mellett, és a párakapukon is szinte mindenki átsétált. Én tulajdonképpen nyárkedvelő vagyok, úgyhogy én elég jól bírom, úgy gondolom, bár most már ez a nagy meleg, az már nekem is egy kicsit sok. Látom most is a fagylalt a kezében, igen, csak igen. Így lehet kibírni egy kis igen, hűsítőre? Igen, mindenképpen kell a hűsítő. A napok óta tartó tikkasztó hőséget a gyerekek és az idősebbek bírják a legnehezebben. A forróság azonban az egészséges szervezetet is megviseli. A legfontosabb a rendszeres vízfogyasztás, illetve hogy ilyenkor, aki teheti, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napsütést. Ezt a nagy meleget elég nehezen szoktam viselni. Inkább megpróbálok a 11 és délután 3 óra közötti időben otthon maradni. Az UV-sugaraktól kicsit féltem magam, ezért inkább a hűvösbe pihenek, de mostanában úgy szoktam érezni, hogy a délután 4 és este 7 óra közötti időben van a csúcsfokon a hőmérséklet, ezért ott is próbálok kicsit vigyázni, hogy azért ne legyek sokat a napon, meg ne essen rosszul nagyon a meleg, de inkább 3 óra után merészkedek ki úgymond az utcára, és sétálok egy jót, és sok folyadékot iszom egész nap. Otthon maradni, korán reggel ajtókat kinyitni, kifelőztetni, becsukni mindent, és így nagy nehezen át lehet vészelni ezt a meleget. Otthon viszonylag nehezen, mert a Martalvárosban lakom panelben, úgyhogy az eléggé át tud melegedni, úgyhogy ez egy kicsikét problémásabb. Ventilátor, meg ilyesmi, mindenbe van vetve a meleg ellen. Az előrejelzések szerint kedre már mérséklődik a kánikula. Holnaptól kellemes, nyárias időjárás várható, 26-27 fokos maximumokkal. Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, aki két nőt is megütött és megrángatott Győrben. A járásbíróság nyomozási bírájának rendelete szerint az elkövetőt egy hónapi időtartamra tartóztatták le, a döntés jogerős. A győri járásbíróság nyomozási bírája egy hónapi időtartamra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a napokban nőket bántalmazott Győrben. A bíróság a határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a legsúlyosabb személyi szabadság elvonásával járó bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése indokolt a megalapozott gyanú fennáll, figyelemmel a bűnismétlés veszélyére, hiszen a gyanúsított már folyamatban lévő büntetőeljárások hatálya alatt követte el a mostani bűncselekményeket, amelyekkel gyanúsítják, illetve a személyi és lakhatási körülményeire tekintettel tartani lehet attól, hogy az eljárás során elérhetetlenné válna. A döntés végleges, ezt valamennyien tudomásul vették. Hetente csaknem 9 baleset történik az M1-es autópálya győri szakaszán, erről számolt be a Kisalföld rendőrségi adatokra hivatkozva. Ezekből nagyjából minden ötödik jár személyi sérüléssel. Július végén azonban volt olyan nap, amikor 4-szer kellett intézkedni a rendőröknek. A rendőrség sajtóügyelete azt közölte, az időjárási viszonyok és a csúszós felületek miatt gyakoribbak a szerencsétlenségek, de külön veszélyt jelentenek a munkavégzések is. Fokozott sebességellenőrző akciót tart a rendőrség egész héten Győr-Moson-Sopron megye útjain is. Egészen vasárnapig kell intenzív, trafipaxos ellenőrzésre számítani az autósoknak. Az akciót egyébként az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, vagyis a TISZPOL szervezi, ehhez csatlakozott a magyar rendőrség is. A hatóságok nem csak a sebességhatár betartására, hanem például a biztonsági övek bekapcsolására is kiemelten figyelnek. Még biztonságosabbnak érezhetik a járókelők a győri belvárost a nyár utolsó heteiben. Augusztus 7-től ugyanis az eddigieknél többször lehet találkozni rendőrökkel a város szívében. Az egyenruhások célja, hogy a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken és a forró nyári délutánokon mindenki teljes biztonságban érezhesse magát, amennyiben pedig bárkinek kérdése vagy problémája adódik, az azonnal tudjon segítséget kérni. Győr az egyik legnépszerűbb magyar város a turisták körében, főleg a melegebb hónapokban. Ilyenkor szinte minden hétre jut egy-egy fesztivál vagy rendezvény, melyek a helyieket és a városba látogatókat is arra csábítják, hogy kivegyék a részüket a nyári pezsgésből. Bár az évszak lassan a végéhez közeledik, az utolsó hetekben is biztonságban érezhetik magukat a járókelők, a rendőrség ugyanis augusztus 7-től még fokozottabban van jelen a belvárosban.
A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság személyi állománya a győri rendőrkapitányság járőreivel lát el közös szolgálatot a belvárosban. A kezdeményezés célja az, hogy a közrend, illetve közbiztonság fenntartása mellett a nagyobb tömegrendezvények, idegenforgalmi rendezvények biztosítását is segítség, illetve a városunkba látogató turistákat útbaigazítással, tanácsadással lássák el. A tapasztalatok azt mutatják, a rendőrök jelenléte biztonságérzettel tölti el a járókelőket. A gyalogos járőrszolgálat célja az, hogy az állampolgárok között járjanak a rendőreink, azonnal észleljék azokat a jogsértéseket, melynek során be kell avatkozniuk, illetve meg kell szakítaniuk ezeket a jogsértéseket. A hozzájuk fordulókat pedig el tudják látni azokkal a tanácsokkal, amelyek alapján ők ugye városunkban el tudnak tájékozódni, amennyiben más városokból, illetve külföldről érkeznének. A rendőrök három fős csoportokban a délutáni és esti órákban pásztázzák majd a belváros utcáit, és ügyelnek arra, hogy gond nélkül élvezhesse mindenki a szabadban és az egyes rendezvényeken töltött időt. A szúnyogok mennyisége és az időjárási előrejelzések alapján újra szúnyogírtásba kezd a Győr-Szól. Csütörtökön és szombaton is felszállnak majd a repülők, és több mint 2200 hektáros területet kezelnek, vagyis szinte az egész várost. A hét közepétől földi melegködös módszerrel is pusztítják majd a vérszívókat. Ez a kezelés főleg a vizes élőhelyeket érinti majd, csak nem 1000 hektáron. Kettől újra lehet használni a Magyar Vilmos uszodát Győrben. Az éves tervezett karbantartást végezték el a szakemberek egy hét alatt. Megvizsgálták a vízi és épületgépészeti rendszereket, és elvégezték a szükséges javításokat is. A harmadik fordulót játszották a labdarúgó MB2-ben a csapatok a hétvégén, felemás eredményekkel. A Dorog nagyverésbe szaladt bele az MTK ellen hazai pályán, a Gyirmót is pont nélkül maradt, a Siófok otthonában 2-1-es vereséget szenvedett a kéksárga csapat, amely így továbbra is győzelem nélkül áll a pontvadászatban. Az Eto FC Győr viszont folytatta megkezdett sorozatát, hiszen harmadszor is győzni tudott, ezúttal a Tiszakécske ellen, így jelenleg vezeti a tabellát holtversenyben a Csákvárral. A harmadosztályban még csak a második fordulót játszották a csapatok. A Komárom gólgazdag mérkőzésen 4-2-re győzött a Nagykanizsa ellen, a Moson Magyaróvár pedig Lipóton nyert. A Ménfőcsanak nem bírt a BKV-val, a végeredmény ezen a meccsen 1-1-es döntetlen lett. Több ezren voltak kíváncsiak idén is a barokk esküvőre. A Radó-szigeten 17. századi körülmények között mondta ki az igent a kiválasztott pár. Hétfőn tetőzött a hőség, Győrben vízosztás és párakapuk is enyhítették a forróságot. Előzetesbe került az a férfi, aki nőket támadott meg Győrben, a döntés jogerős. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Kedden hidegfront vonul át térségünkben nyugatról kelet felé erős széllel, szorványosan előforduló, de heves zivatarokkal. A délelőtti időszakban viharos széllökésekre is számítani kell, majd délután várhatóan mérséklődik a szél ereje. Többnyire felhős lesz az égcsapadék elsősorban reggel, délelőtt valószínű szorványos záporok formájában, a viharok kialakulásának kicsi az esélye. Délután átmeneti időszakokra kisüthet a nap is, éjjel ismét megerősödik a szél, elszórtan előfordulhat kisebb eső. Szerdán a Nyugat-Dunántúl térségében már kevés csapadék hullhat, friss szél fúj, délután csökkenhet a felhőzet és kisüthet a nap. Csütörtökön számottevő eső már nem valószínű, térségünkben napos, melegedő időre van kilátás, bár a hűvös reggel után kánikulára már nem kell számítani. A hétvégéhez közeledve is hasonló időt jósolnak a meteorológusok. Fokozatosan felmelegedő, késő nyári időjárásunk lesz helyenként egy-egy jelentéktelen záporral. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió augusztus 12-i hírműsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megye legfrissebb híreivel holnap este 7 órától újra várjuk majd Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Addig pedig jó éjszakát, kellemes pihenést kívánok, a viszontlátásra!
Thank you.